Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket a Klebelsberg díj átadásának ünnepségén. Eszményi Anett vagyok, ennek az esnek a házigazdája, és először kérem Önöket, hogy énekeljük el közösen a himnuszt. Kérem Rósa Viktort, a Klebelsberg Kuno általános iskola igazgatóját rövid ünnepi köszöntőjének megtartására. Jó estét kívánok, értem a célzást. Az az igazság, hogy az én édesapám pedagógus volt, és azt mondta nekem mindig, hogy amikor valakit puskázáson kapott, akkor elvett a puskát, megnézte, hogy mi van benne, és akkor adott egy kettes neki, hogy az jó volt. Ezt azért bocsájtom előre, mert hogy én leírtam, amit szeretnék mondani, mert Klebelsbergről nagyon sokat tudok beszélni. Megtaláltam röviden összefoglalni, és közben elment az idő, és elfelejtettem, hogy sötét lesz. Úgyhogy a végén szívesen odaadom a dolgozatomat, és hát akkor egy kettest tud megadni. Fordítsuk komolyra a szót. Tisztelt megemlékezők, Klebelsberg Kuno. Egy ember, egy politikus, számomra egy példakép. Példakép, mert egy olyan emberről beszélünk, aki nagyon sokat beszélt, szerencsére, mert rengeteg fantasztikus, akár napjainkban is aktuális idézet maradt fönn tőle. Rengeteget beszélt, de soha nem fölöslegesen, és a beszédének mindig volt tartalma. És ami számomra még fontosabb, ezután mindig következett a tett, cselekvés. Azt talán sokan tudják, hogy Klebelsberg 1875-ben született, azt talán kevesebben, hogy édesapja nagyon korán elhunyt. Ő egy huszár kapitány volt, aki egy hadgyakorlaton leesett a lóról, és onnantól kezdve soha többet talpra sem állt. És 2 évvel később, 77-ben, másfél éves volt Klebelsberg Kuno, amikor elhunyt az édesapja. Nem sokkal később a nővére is, kettesben maradtak az édesanyjával. Nagyon hamar megtanulta, hogyan kell önállónak lenni. Ekkor Székesfehérvárra költöztek, ahol a nagyapja lett a gyámja, és Klebelsberg úgy emlékszik erre vissza, hogy nagyon szomorú gyermekkora volt, nem volt része vígságokban. Annál több tanulásban, aminek később azért hasznát látta. Megkapta azt a műveltséget, azokat a nyelvi alapokat, amivel akkor kiemelkedő személyiségévé válhatott. A tanulmányairól nem akarok sokat beszélni. 2 fontos gondolat, amit szeretnék elmondani, ami nem annyira közismert. Az egyik, hogy külföldön is sokat tanult,
és az alapgondolata, a kultúrfölényi alapgondolata, amit zárójelben jegyzek, hogy nem ő alkotott meg, hanem már 12-ben Lenni Tamás. Ez akkor fogalmazódott meg benne, amikor egy dolgozatot írt a magyar mezőgazdaság helyzetéről, és a bírálója rávilágított arra, hogy csak a gazdaságról ír, és nem ír a magyar parasztság kulturáltsági szintjéről, vagy tanultsági szintjéről. És akkor rájött, hogy bizony-bizony ez nagyon fontos dolog, és erre építette később az egész árszpolitikáját, amikor azt mondta, hogy a magyar nemzetet nem a kard, hanem majd a kultúra emeli ismét nagyjá a trianoni gyötrően igazságtalan békediktátum után. A másik ilyen fontos benyomás akkor történt, amikor japán diákokkal találkozott, és megkérdezte tőlük, hogy hogy bírják azt, hogy napi 12-14 órát tanulnak, mert nem ezt tapasztalja azoktól a diákoktól, akik egyébként külföldön tanulnak. És nekem is van 3 már egyetemet végzett, vagy egyetemista gyerekem, és sok személyes tapasztalatom is van az Erasmus projekttel kapcsolatban. És Klebersberg, bocsássanak meg, ha nem tudom pontosan idézni, de azt mondta, hogy a hazáját lopja meg az, aki a külföldi tanulmányok alatt nem mindent fektet, minden erőt fektetett meg vele, nem mindent rendel ennek alá. Amikor elvégezte a iskoláit, akkor segédfogalmazói állást kapott. Egészen a ranglétra alján kezdte, és ez is később megfogalmazódott benne, hogy nagyon-nagyon hasznára vált, hogy a ranglétra minden fokán végiglépve megismerhette azokat az apró kis trükköket, amivel később át akarták rázni, vagy ahol valaki nem teljes erővel dolgozott. 12 év alatt 6 miniszterelnök mellett dolgozott, nagyon sokféle példát látott, és ezekből rakta össze később a saját hivatali arculatát. Mik azok a nagyon fontos dolgok, amiket Klebersberghez tudunk kötni? Rengeteg mindent alkotott, nem fogom mindet elmondani, mert azt gondolom, hogy számomra az oktatással kapcsolatos tevékenysége volt a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb. Trianon után nagyon sok mindent vesztett ez az ország, és ebből nagyon sok mindent haza akart hozni Klebersberg. Hazahozta a külföldön rekedt egyetemeket. Szegedi Egyetem, a Pécsi Egyetem, vagy a Debreceni Egyetem befejezése az ő nevéhez fűződik, de ugyanígy a külföldi hungarikum, kollégium hungarikumoknak a fenntartása is az ő nevéhez fűződik, és ezzel megteremtett egy olyan alapot, ami az elitoktatáson keresztül a magas tudományokat emelte ki. A másik gondolata az oktatással kapcsolatban az a népiskolai gondolat volt, amit az előbb említettem, arra kell építeni sok mindent. Ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy nagyon sokan hallották ezt a számot, hogy 5000. 5000 népiskolai objektumot építetett. És ez egy olyan projekt volt, ami 100%-ban megvalósult. Azért azt is hozzátenném, hogy nem 5000 iskolát építetett, hanem csak 3500 iskolát, és itt számomra, meg remélem sokak számára megint egy példakép, hogy a iskolák mellé 1750 háromszobás tanítói lakást is tette ezzel vonzóvá a pedagógusi pályát. Ezt lehet, hogy ma is megfontolandó lenne, hát ha vonzó lenne a pedagógus pálya. Végiglépkedte a ranglétrát, 1921-ben először belügyminiszter lett, saját bevallása szerint ő ezt nem szerette ezt a feladatot, kötelességből vállalta el. 1922-ben vallás és kultusz oktatási közoktatásügyi miniszterré vált, és 9 évig maradt ennek a tálcának az élén. Itt érte a legnagyobb sikereit, itt tudta a legnagyobbat alkotni. Pár szót Klebersberg megítéléséről hadd mondjak. Azon kevés politikusok egyike, akit már életében nagyon sokra tartottak. Nem tudom hányan tudják, hogy több egyetemnek díszdoktora, az, hogy a pécsi, a Debrecen és a Szegedi Egyetemnek díszdoktora, azt gondolom ez logikusan következik, de a Római Egyetemnek is díszdoktora. Rengeteg város díszpolgárává emelte, de kitüntetéseket is kapott,
például a Mártai Lovagrendnek tagjává választották. Voltak nagyon sokan, akik méltatták, és voltak nagyon sokan, akik, hát, hogy mondjam, tehát ellenzői voltak. Felesége emlékiratai szerint ezt viszonylag nehezen viselte. Nagyon sokszor beleállt ezekbe a vitákba, és nagyon sokszor ezt elvitte akár perig, akár párbajig. Amikor a testnevelési főiskolán a szobrát avatták, akkor a szobor avatásánál elhangzott az a méltató beszéd, hogy a 20. századnak talán az a politikus, aki a legtöbb párbajon esett át. És hát a képek, meg a fennmaradt film jelentek alapján az ember nem gondolná, hogy mindegyikből ő jött ki győztesen ezek szerint, hiszen mindannyian tudjuk, hogy itt a Karányiban halt meg később. A megítéléséről annyit, hogy a halála után akkora tömeg gyűlt össze, mint Kossuth temetése óta egyáltalán nem. Vízilabdások vitték a vállukon a koporsóját, amit aztán Szegedre szállítottak. Ne beszéljünk arról, hogy 45 után milyen volt a megítélése, és hogy én iskolásként miért nem tanultam róla egyáltalán, mert azt gondolom, hogy most a szépekre emlékezzünk. Például én arra, hogy amikor ennek az iskolának, amelynek most igazgatója vagyok, az igazgatója lettem, egyszer csak megjelent egy idős néni, és hozott nekünk egy Klebersberg szobrot, amit a szén alatt rejtegetett már nem tudom hány éve, és most mert elővenni. Számomra ezek ilyen felemelő pillanatok. Számomra megtiszteltetés az, hogy itt a kertjében bandázhattam gyerekként. Megtiszteltetés, hogy lassan 20 éve vezethetem a róla elnevezett iskolát, és megtiszteltetés, hogy ma én emlékezhettem meg róla. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Rósa Viktornak, most pedig elsőként koszorúzásra felkérem Őrsi Gergelyt, a második kerületi önkormányzat polgármesterét. Csabai Péter előjárót és Makra Krisztina önkormányzati képviselőt. Általános iskolai és gimnázium részéről Rósa Viktor igazgató. A Pannonhalmi főapátság Mária Remete Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola részéről Csere István igazgató. A
Pest Hidegkúti Polgári Körök Szövetsége részéről Bozdai Katalin elnököt és Kuruc Editát. A második kerületi német önkormányzat részéről Kretréva elnököt. KDNP második kerületi képviselőcsoportja részéről dr. Mór Csaba Mides és Csere István, KDNP frakcióvezető. Kleber Kultúrkör Egyesület részéről dr. Vékony Attila elnököt és Tóni Kálmán alelnököt. A Polgári Művelődésért Alapítvány részéről Szollár Péter. Pedig az esemény ünnepélyes lezárásaként énekeljük el együtt a szózatot. Köszönöm szépen, most pedig kérem, fáradjanak le a színház terembe, és foglalják el a helyeiket. Köszönöm.
Thank you.